A hazai és az európai dohánytermelés fennmaradásáért politikai megállapodások megkötése és erősebb érdekképviseletre van szükség, véli bényeillés. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke erről nemrégében Brüsszelben beszélt, aki most vendégünk itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Üdvözlő. Jó napot kívánok, kedves nézőknek is! Ugye a felvezetőben elhangzott, hogy politikai megállapodások megkötésére van szükség. Melyik ezek a politikai megállapodások? Mire gondol? Politikai megállapodásokra van szükség alapvetően a dohány termelésének a feltételeihez, akkor, amikor Európában és talán szinte az egész világon a dohány termelés támogatásra szorul, mert hogy a termeléshez felmerülő költségeket a felvásárlási ár maradéktalanul nem fedezi. Na most ezek a támogatási összegek országonként változnak, és hát ezért meg kell küzdenünk, különösen akkor, ha Európai Unió a korábbi évektől eltérően már ebben a költségvetési ciklusban megtagadta a dohánytermeléstől a támogatást. Hát ez az egyik kérdés. A másik nagy kérdés az, ami a. WHO dohányzás ellenőrzési munkacsoportjától következik be. Nevezetesen ő olyan mélyen be kíván avatkozni a dohánytermelésbe, amelyik már azt is meghatározná, hogy mikor mehet ki a termelő a területére, mikor végezhet ott munkálatokat, milyen szerződést köthet, de például a nikotintartalomnak a csökkentése, a cukortartalomnak a csökkentése az éppen most a szeptember 1 elsőjei genzben megtartott COP8-as fordulóján volt napirenden. Keresik a dohánytermesztés alternatíváját most már nagyon hosszú évtizedek óta, de még mind a mai napig nem találták. Na ez az egyetlen napirend, ami most már lekerült a FCTC-nek a programjáról. Itt is mindenképpen politikai feladatokat kell eredményre juttassunk annak érdekében, hogy ezek az FCTC által, hogy úgy mondjam, diktátumok ne kerüljenek be a termesztés feltételeibe. Ehhez nemzeti megállapodásokra, egyeztetésekre, de nem utolsó sorban. Az Európai Unió ö, egészségügyi ö, igazgatóságánál is mindenképpen szükségünk van arra, hogy ö, olyan ö, megvalósíthatatlan feladatokat ne kelljen nekünk végrehajtanunk, amiket az FCTC diktál. Ugyanitt van ö, ebbe a kérdésben a, a TPD, amit a cigaretta, ez tulajdonképpen az FCTC-vel analóg ez az európai dohányzás ellenes programok, ahol ugye a hol lehet dohányozni, hol nem lehet dohányozni, milyen felirat legyen a cigarettás dobozokon, ez bennünket kevésbé érint, de mivel a vertikumnak mi is tagja vagyunk, így mindenképpen szót kell emelnünk a cigarettagyárak mellett is, és talán-talán nem is kis mértékben, itt még nagyon lényeges szerepe van a fekete kereskedelemnek, a cigaretta fekete kereskedelmének, amelyik közvetlen bennünket nem érint, de, de rettentően zavar bennünket az, hogy a dohányzás káros hatásai, <coughs> ezek ugye kellőképpen kivannak hegyezve, talán még túlzottan is, miközben arról nem szól a fáma, hogy és a fekete kereskedelembe forgalomba kerülő dohánynak milyen a beltartalma, milyen káros anyagokat tartalmaz. Hmm. Tehát ezek a politikai oldalak, és talán lehetne még ezt tovább is sorolni, de a legfontosabbakat itt tudtam összefoglalni. Említette a támogatást, gondolom, hát leginkább attól tartanak, hogy a támogatás meg fog szűnni, még nem szűnt meg, most jelenleg hol tartunk? Hát jelenleg ott tartunk, hogy az Európai Unió már ebben a költségvetési ciklusban nem támogatja ott tartunk, hogy ugye Tehát már különböző... Az önök, mint magyar termelők nem kapnak támogatást. A dohány termelésre már nem kapunk. Nemzeti kiegészítő támogatásokat még kapunk. Ez egyenlőre 2020-ig úgy tűnik, hogy Magyarországon megfelelő irányt tart, hát a mértékét illetően azért lényegesen kevesebb, mint amit az Uniótól igénybe tudtunk venni, de ahhoz, hogy fennmaradjon, egyenlőre ez biztosíték. A támogatásoknak, mint említettem, alapvető feltétele, hogy legyenek, mert Magyarországon a termelési költséget a felvásárlási ár hát olyan 50%-ban tudja fedezni. Így mindenképpen szükséges az, hogy támogatást kapjuk. És mit, mit várnak? Tehát 2020 után Magyarországon is meg fog szűnni a támogatás, tehát félnek ettől? Bízom benne, hogy nem fog megszűnni. Pillanatnyilag uh, itt a politikai munka, hogy uh, a kormányzat ugye 2020 után is, ha ezt valamilyen mértékben biztosítja, akkor az azt jelenti, hogy az olyan elmaradott térségekben, ahol a dohánytermelés Magyarországon, de egyéb iránt egész Európában elmaradott térségekben van dohánytermelés, ez fennmaradjon, mert ez a vidék eltartó képességének egyik alappillérje. A másik nagyon fontos dolog, hogy a dohánytermesztésben a foglalkoztatottaknak a száma az rendkívül magas, hisz, hisz, egy hektár dohány kézi munka ereje az közel ezer órát követel meg. Ez azt jelenti, hogy most már az elmúlt években majdhogy nem munkaerő hiányjal küzdködtünk viszont fordulat várható a jelenlegi foglalkoztatási struktúrába, itt a közmunkára gondolok, onnan nagyon sok ember ki kell, hogy, és ki is fog kerülni. Ezeknek a foglalkoztatása a dohány termelésben az elmúlt években is részben megoldott volt, és merem remélni, hogy ez a későbbiekben is folytatódhat. Uh -huh. Önök egyébként miért gondolják azt, hogy a dohány ágazatot támogatni kellene akkor, amikor ugye, hát ön is említette, sajnálatos, vagy sokak számára nem sajnálatos módon az Európai Unió ugye nem támogatja magát a dohányzást. A dohányzás az Magyarországon a jelenlegi KSH adatok szerint több mint 2,5 millió ember gyakorolja. Ez tudomásul kell venni, hogy egy társadalmi igény. Ha ezt nem elégítjük ki, akkor ők meg fogják találni a módját, a fekete kereskedelemből ki fogják elégíteni ezt az igényüket. Azt gondolom, hogy ez a nem kívánatos dolog. Egyrészt azért, mert nem tudja, hogy milyen káros anyagok jutnak a szervezetébe, másrészt azért, mert nem fizetik be utána azt a jelentős jövedéki adót, amit pedig a legális forgalom után évente több mint 400 milliárd forinttal az államkasszába bevételként jelentkezik. Mennyivel jobb a magyar Termék a magyar, magyarok által megtermel dohány, mint egy külföldi ön szerint. Hát éppen azért jobb a magyar, mert egy, és a magyar mellett az Európai Uniós is, mert egy rendkívül ellenőrzött termékről van szó. Ez azt jelenti, hogy a magvetéstől egészen az értékesítésig, a neve, a bélyege ott van a termelőnek, hogy ezt én követtem el ezt a terméket. A felvásárlást megelőzően beltartalmi vizsgálatokat végeznek el a dohányon, hogy van-e szermaradvány benne, és ha igen, akkor annak a felvásárlását megtagadják. Nos, ez a tőlünk délre elhelyezkedő kontinenseken ez kevésbé van meg. Ott ezeket a beltartalmi értékeket nem vizsgálják, mint ahogy azt sem vizsgálják, hogy milyen... Feltételek mellett történt ennek a ö, művelése, és itt a gyerekmunkára, vagy akár még a rabszolgamunkára is lehet utalni. Azok a cigarettagyárak, akik ö, tulajdonképpen itt Európában működnek, ők ezektől a termelőktől nem kívánnak ö, venni, de ö, azt gondolom, hogy vannak ö, nem multinacionális cigarettagyárak, akik viszont ö, így tudnak versenyhelyzetbe kerülni, hogy a lényegesen olcsóbb munkaerőköltséggel, energiaköltséggel, ö, egyebekkel ö, lényegesen olcsóbban tudnak dohánytermékeket előállítani, és azt cigarettákból felhasználni. Köszönjük szépen, hogy itt volt a stúdióban. Én is köszönöm szépen.